Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Kijöttem a birtokra egyrészt, mert eszméletlenül jó idő van, másrészt pedig, mert kíváncsi vagyok arra, hogy fel lehet-e robbantani ezt a hátizsákot. Hoztam magammal folyékony nitrogént, hogy ezt tesztelhessem. És hogy miért kell felrobbantani egy hátizsákot, ahhoz megosztok veletek egy történetet. Bár elég sokat gondolkodtam azon, hogy hogy kellene elmesélni ezt a sztorit úgy, hogy ne bántsak meg senkit, ne utaljak közvetlenül senkire. Úgyhogy a következő dolog jutott eszembe. Képzeljétek azt, hogy cukrászok vagytok, és árajánlatot kérnek tőletek tortára, mondjuk egy fekete erdő tortára. Tudjátok, hogy egy torta az nagyjából egy kiló, és mondjuk 5000 forintba kerül. Fogalmam sincs, mennyibe kerül amúgy egy fekete erdő torta, de most a példa kedvéért legyen ez. Aztán amikor valaki kér tőletek ajánlatot mondjuk egy 2 kilós fekete erdőtortára, akkor azt viszonylag könnyen fel tudjátok szorozni, aztán meg tudjátok mondani, hogy hát az körülbelül 10 000 forint lesz. De képzeljétek azt, hogy vannak speciális igények, például felhív titeket valaki azzal, hogy rekordot szeretne dönteni, és egy 100 kilós fekete erdőtortára lenne szüksége, amin egész ananászok is vannak, mondjuk májkrémmel megtöltve. Azt azért érzitek, hogy ez a szám, ez a mennyiség már elég távol áll attól a komfortzónától, ami a cukrászatotokban uralkodik, úgyhogy erre nem is nagyon lehet rögtön egy árajánlatot tenni, nagyon nehéz egyszerűen felszorozni a mennyiségeket, hiszen gondoljatok bele, lehet, hogy ehhez új gépeket kell bérelni, lehet, hogy új sütőre van szükség. Nagyon-nagyon sok minden közbe jöhet, ami nem egyszerűen felszorozza az árakat, hogy mondjuk 500 000 forint lesz a végeredmény, hanem könnyen lehet, hogy mondjuk 2,5 millió. De ami a legfontosabb az egészben nem is az ár, hanem az, hogy egyáltalán tudjátok, hogy működhet-e az egész. Mert nem biztos, hogy mondjuk a piskóta megtartja magát ekkora mennyiségben, nem biztos, hogy a hab nem fog összeesni, szóval lehet, hogy előkísérletekre lesz szükség. És az a helyzet, hogy én nagyon gyakran kapok olyan megkereséseket, hogy 100 kilós fekete erdő tortákat kellene sütni, még ha nem is pont erről van szó. Nemrég megkeresett egy cég, ami bizonyos biztonságtechnikai kérdésekkel foglalkozik, nem megyek bele nagyon mélyen, hogy miről is van szó, mert hogy nem lenne ildomos, de a lényeg, hogy egy olyan videót kellene összehozni, amiben demonstrálunk valamit, aminek hirtelen egy nagy erőhatásnak kellene ellenállnia. Hát ezt nem árulom el, hogy micsoda, de valószínűleg jól jellemezhető ezzel a levelekkel kitömött hátizsákkal, és az a hirtelen terhelés, ami érkezni fog, az ebből a 1,5 literes ásványvizes palackból fog érkezni, amit nagyjából harmadáig megtöltök majd folyékony nitrogénnel, az egészet lezárom, és gyorsan elfutok. Ebben a pillanatban szerintem nem szeretnétek ez a hátizsák lenni. Na, essünk neki, nézzük meg, hogy mennyire bírja a cipzár. Igazság szerint lehet, hogy fogja bírni, lehet, hogy semmi baja nem lesz, de azért bízom benne, hogy látványos lesz az eredmény. Ha nem, akkor majd valami más megoldást kell kitalálni. Essünk neki! Jó, most már én tudom, hogy mi történt, de a hatás kedvéért most végig narrálom, mi ment végig akkor a fejemben. A levegő hőmérséklete bő 200 Celsius fokkal van a nitrogén forráspontja fölött, tehát odabent a palackban nagyon hevesen forr éppen a nitrogén. Eközben rengeteg nitrogéngáz fejlődik, ami előbb-utóbb szétfeszíti a palackot, és amilyen gyorsan csak tud, szabadulni próbál a hátizsákból. A tömőanyagként használt levelek bár tompítanak valamelyest, de bízom benne, hogy a nyomás így is elég ahhoz, hogy szétvigye a hátizsákot. Nyilván nem cafatokra fog szakadni, hanem a leggyengébb varrások mentén hasad majd szét, de azért remélem a levelek szanaszét záporoznak majd a látvány kedvéért. Hát, lássuk, hogy ez történt-e. 3, 2, 1... És most lassítva is. Just to
Hát szóval az iszonyatosan nagy robbanás az elmaradt, viszont nem repült minden miszlikekbe, de lehet látni, hogy a cipzár az bizony nem bírta. Ez egy nagyon-nagyon jó jel ahhoz, amin éppen dolgozom, de azért egy kicsit még fel kell turbózni a dolgokat. De nézzük, hogy mi lett a PET palaszból odabenn. Mihelyt ki tudom nyitni az egyébként zúzmarásra fagyott cipzárat. Hát ennyi maradt a PET palaszból, soha, de soha ne zárjatok be folyékony nitrogént légmentesen zárható tartályokba. Erről egyébként beszéltem a korábbi videóban is, mert hogy ez lehet az eredménye, és látjátok, hogy azért elég szépen repült a hátizsák, úgyhogy ami a közelében van, az valószínűleg nem lenne túl nagy biztonságban, pláne hogyha az valami ember vagy állat. Kumiszékat egyébként el is zártam. Na mindegy, ez volt a mai videó, ha tetszett, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornára, és remélhetőleg rövidesen be tudok számolni arról is, hogy mihez kellett ez az egész előkísérlet. Sziasztok!